Jó estét kívánok, hölgyeim és uraim! Elérkeztünk a Magyar Dokumentumfilm történetét bemutató sorozat, a Magyar Művészeti Akadémia és az Uránia Nemzeti Filmszínház közös sorozata első blokkjának záró vetítéséhez. Az első blokknak ugye Nehéz emberek volt a címe, és azt hiszem, hogy szerencsés filmmel zárjuk ezt a sorozatot, egy olyan művel, amelynek a főszereplője, ha úgy tetszik, szimbolikusan is magába sűríti azokat a tulajdonságokat, amelyek kapcsán gyakran mondjuk azt, hogy nehéz ember, vagy nehéz emberek. Ugye Kovács András filmjével nyitottuk a sorozatot, most pedig Gulyás Gyula és Gulyás János Ne sápadj című művével zárjuk. Ismét egy olyan filmet, egy olyan hőst látunk, aki autonóm személyiség, aki nem hagyja magát, mint Hemingway öreg halásza, hanem megpróbálja teljes személyiséggel megélni az életet, megpróbál küzdeni, harcolni és mértéket állítani. Ilyen hős Medve Alfonz ennek a filmnek a főszereplője is. Szeretettel köszöntöm Gulyás Jánost, a film egyik alkotóját. Gulyás Gyula más irányú elfoglaltsága miatt ma nem tud köztünk lenni, de hát János is a film teljes jogú alkotója, és szokás szerint néhány kérdést feltennék. Ugye a film 1983-ban készült, és a Ne sápadj előtti forgattatok domaházán egy filmszociográfiát, gondolom ott ismerkedtetek meg Medve Alfonzzal. Ami engem érdekelne, hogy mi ragadott meg benneteket az ő személyiségében, azaz miért határoztátok el, hogy ez az ember megír egy külön filmet, mégpedig egy olyan filmet, amelyet akkoriban moziban is bemutattak. Nem, hát két dolgokat kijavítalak. Jó. Az egyik az, hogy 81-82-ben forgattuk a filmet, és... De bemutattunk 83. Igen, igen, tehát amikor Sztenderdi zsálláson láttam hosszabb időt a szigénybe, és hogy nem volt ez, hogy Domaházi hegyek között egy filmsorozat, de ezt meg megelőzte egy még korábbi, úgy durván a 70-es évek közepén, hogy lehetőséget kaptunk, hogy az iskola televízióban készítsünk először meg egy ilyen majdnem egy esszé és kisjátékfilm jellegű filmet, a Móricz Zsigmondról. Persze ezt is olyan lehet mondani egy elég nagy mázlival vagy lehetőségként, hogy amatőr filmesként még ismertük a Jeles Andrást, és ő neki volt valamilyen kapcsolat, és ő két filmre kapott lehetőséget, és az egyiket átadta nekünk, ezt a Móricz filmet. És akkor ezáltal úgy, ahogy itt az iskola televízió, ami azt hiszem ma már nincsen, de akkoriban azért ez eléggé egy meghatározó, vagy legalábbis egy lehetőség volt mondjuk így, úgy, ahogy, hát most nem azt mondom, de majdnem tényleg pályakezdő filmeseknek, és két ilyen filmet csináltunk, a Magyar Népdalt és a Magyar Népbaladákat. És ez a Magyar Népdal filmnek a forgatása közben, ahol persze szakértőkön keresztül eljuthattunk az ország nagyon sok területére, ahol most vagy akár egyéni énekesek, vagy ilyen csoportok történetesen mondjuk, akkor is volt egy ilyen pávakör mozgalom, és ebbe a és akkor itt fölhívtam a figyelmet, hogy Domaházán van egy híres pávakör. És akkor egy napot töltöttünk Domaházán, ahol már magában az egész falunak a helyzete is érdekes volt, mert ez egy zsákfalu, ami azért annyival fontos, hogy valójában jobban megmaradnak egyrészt a népszokások, az embereknek a viselkedései, a beszédformája. Hát eleve az, hogy ilyen nevek alakultak ki, hogy Medve Alfonz, Holló Arisztid, meg Elekcsan Bertalan, tehát szóval ez is egy ilyen kuriózum volt. És ott az egynapos forgatás alatt, ahol részben szóval a pávakörrel is forgatunk, de fölvettünk velük egyéb szituációkat is, például ilyen kukoricafosztást, ahol már szinte, azt hiszem, talán most nem tudom, hogy ebben a filmben benne van, ez a domaházi filmben benne van, ahol aztán tényleg ott is már a Medve Alfonz remekel. Akkor még először csak az egész falu ragadott meg minket, és akkor volt egy lehetőség a televízióban, mert akkor egy amatőr filmmel éppen amit széken forgattunk, kaptunk egy nagy díjat, és akkor ez volt egy ilyen lehetőség, hogy csináltuk egy filmet a televízióban.
És akkor bementünk, és akkor ezzel a domaházával jelentkeztünk, és akkor csináltunk egy 6 részes filmet, ez a domaházi hegyek között, ami úgy teljesen feldolgoztam, mondjuk, hát teljesen nem, de elég széles körűen, mert azért ez mégiscsak 6x50 perces filmben egy sorozat. És akkor itt az egésznek a keretében a domaházi pávakör állt, de ezen keresztül mondjuk például a munka lehetőség. Nagyon sokan az ózdi kovászok üzemekben dolgoznak, vagy elmentek summásnak az Alföldre. Földolgoztattuk a politikai életet, forgattunk pártaggyűlésen, kisztaggyűlésen, akkor egy teljes választást is le tudtunk forgatni, és hát ezen keresztül persze aztán mondjuk más szituációkat is. De a fiatalokkal, hogy ők mondom a kis élet, diszkóba hogyan jártak meg, ők milyen problémákkal kerülnek szembe. És amikor ez az egész elkészült, ebben majdnem mindegyik filmben, nem is egyszer, többször is, több jelenetben, vagy ilyen blogban, mert ilyen blokkos szerkezetű ez a Nesáfat című film is, szerepelt az Alfonz. És akkor aztán később adtuk be egy stúdiónak, hogy szeretnék. Ez a társulás volt, nem? A társulás stúdióban indult végül is ez a film, de hát aztán a társulás stúdiót megszüntették, és abba átkerült másik stúdióba, és ott fejeződött be. Tehát így alakult, így akadtunk medve Alfonzra, meg hát magában az egész faluda is, és ez szóval úgy megdöbbentő volt számunkra ezt, vagy legalábbis találkozni ilyen, nem elsőbb az Alfonzra, de a többi személyiség is, mert nagyon érdekes. Mi ragadott meg benneteket az Alfonz személyiségében, egy picit elrúlva valamit? Hát egyrészt a legelső forgatásnál valószínűleg a történetéről, arról, hogy ő pártitkár volt, TSZ-elnök volt, és hogy mi volt ezáltal a kárbárjára, azt nem, a domázi egyek között már ott is szerepel ez, de ugyanakkor ez, hogy ez a lehet azt mondani, hogy a paraszti kultúra vagy kulturáltság, szóval, hogy mi mindent jelent, amit ő meg tud személyesíteni, tehát, hogy mennyire élt a gazdálkodáshoz, szóval a földhöz, hogy hogyan gazdálkodtak az őse és ő is, az állatokhoz, amire itt a filmben is lesznek jelenetek, és hogy szóval mennyire egy teljes értékű emberi életet él, most túl azon, hogy körülbelül kétszer kellett a nulláról újraindulnia, és mindig talpra tudott állni. Tehát az ő személyes élete, meg ahogy csinálja a gazdálkodást, átfogja a paraszti élet egészét, a kultúrától a gazdálkodásig, igen, ugye? Igen. És mi az ő személyiségének a, hogy mondjam, titka, vagy egy picit ez megragadható? Vagy számotokra? Milyen volt bele dolgozni? Hát általában nem tudom, hogy most meséljek a forgatási lehetőségekről, de hogy szóval ez egy dokumentumfilm, tehát semmi nem volt előre megbeszélve, és szerencsére mondjuk a televízióban kicsit könnyebben lehetett a filmet csinálni, tehát nem voltak ilyen nyersanyag vagy technikai megkötöttségek, tehát a kamerát, a stábot, ezeket csak olyan belső leíratban úgy le tudták szóval írni, és nem kell fizetni, mint akár a Balázs Brassó stúdióban, vagy máshol, ahol egy olyan gyártási tervet kell csinálni, hogy hány napot forgatunk, hány métert, meg ilyesmiket. Egy kicsit szabadon volt, itt kötöttségek voltam, mert ez 16 milliméteres filmre készült az egész film, de időnként lementünk, hát mondjuk ez a másfél-két év alatt, úgy, ha nem is havonta, de két havonta, legalább 3, 4 vagy 5 napra, és akkor csak éppen csak fölkeressük az Alfonzot, hogy mikkel foglalkozik, szóval mi az ő teendői. És kísértük. Tehát, hogy ha akár elment egy állatvásárba, vagy mondta, hogy most fát kell gyűjteni, vagy szénát be akar ötteni, és hát közben aztán persze másokat is próbáltunk fölkeresni, és néha azért kellett az interjúkat is csinálni, de és akkor így épült föl, illetve így forgattuk le egy hatalmas nyersanyagot, és aztán a szerkesztés és az összeállításnál állt végül is egy olyan szerkezet, hát amit most majd lehet látni, bár ennek volt egy jobb verziója, és hát sajnáljuk is, amikor egy olyan 3,5-4 órás összeállítás, és hát sokkal teljesebb is volt, csak hát az akkor még az azt hiszem elképzelhetetlen volna, hogy moziba is menjen.
János, kertcsinálóként gondolom mennyi elég, és majd folytatjuk a vetítés után. Nézzük meg a filmet, és köszönöm szépen! Közben is akartam szólni, hát nem tudom persze, hogy hányan vették észre, de engem nagyon zavart, itt meg kell dicsérni a Mandát, hogy végülis régen ezek a filmek, hát mondjuk úgy fogalmaznak, hogy 4-3 arányban, szóval ilyen kocka felvételbe készültek. Manda legyártott egy DVD-t, amiben ezt a torzítást belerakta. Nem tudom, engem nagyon zavart ez, hogy, hogy az embereknek mindenki kövérebb, a lába össze van nyomva. Fölmentem a gépházba, és azt mondja, hogy nem tudja, előtte tartott egy próbavetítést, és akkor viszont, amikor normálban vetette, akkor meg pálcika emberek lettek. Azt mondja, ez volt még a kevésbé zavarom. Csak hát mindenképpen, ráadásul nem tudom, mennyit már megkérdezni, mert hatalmas pénzeket kérnek el azért, hogy csinálnak egy ilyen kópiát, és rosszul. Tudhatnák, hogy állítólag a korábbi filmek is hasonlóak voltak, hogy hát ez most van, ez a széles vászon, akkor nem voltak ezek. Sőt, hát amit széles vászonban csináltak játékfilmeket, azokat is normál méretekén vettek, mert akkor jön ki a széles vászon. Szóval. De hát itt éppen egy ilyen torzítást beleraktak, úgyhogy ez... Tehát mégis normálisabban jobb lett volna azért nézni. Nem baj, most majd úgyis felveszed velük a kapcsolatot a Mandásokkal, nem hogy lehet. Ez maradék 2 órát ugyanígy a Manda megjelentett? Ja nem, ez akkoriban készült, amikor ezt a filmet csináltuk, és hát akkor mindenki, mondjuk voltak ilyen stúdiótanács, meg egyéb ilyen értekezletek, ott tetszett nagyon, csak hát mindenki mondta, hogy nem lehet ilyen hosszat, szóval akkor még azt mondom, a Tarbina nem csinálta meg ezt. Ez a maradék 2 óra megvan még? Nincsen, mert ez filmre készült, egy darabig még hogy ott volt a vágószobában, de aztán kidobják ki. Hát egyszerűen igen. Ez majdnem olyan, mint egy író, amikor a jegyzeteivel elkészült, hát a Moldovánál olvastam, hogy akkor ő leült, és akkor az összes kézzelatot elégette, szóval egy ilyen kis tábor. Most itt nem égettük el, de mégiscsak azok a felvét. Ma már egy ilyen videónál könnyebb megőrizni, tehát ezeket a nyersanyagokat. Kisebb helyen is elférnek, de tehát rengeteg doboz lenne is. Másik filmünknél volt, amikor jött a rendszerváltás, akkor fölhívtak a filmlaboratóriumra, mert ők őrzik a negatívokat, meg a vágottakat is, meg a felvételeket is. És mondták, pont az is azó filmnél, szóval az első világháborús filmnél, és mondták, hogy el kell szállítani, mert különben dobozonként ezek ekkora dobozok, és volt több száll, 300 forintért fogják tárolni. Mondtuk, hogy ezt nem tudjuk kifizetni. Elvittük, de aztán azt is szelektálni kellett, és most sem tudtunk mindent megtartani. Ugye lehetett érezni a vetítés alatt, hogy itt együtt lélegzik mindenki a filmmel, tehát hat most is a film. Vajon mi lehet ennek a magyarázata? Miért működik, miért ragad magába? Jó lehet itt egyrészt eltelt 3 évtized, másrészt ugye, hát mégiscsak volt egy rendszerváltás is. És nagyon hiteles, hihetetlen hiteles, és minden tekintetben. Tehát akár ha a szocializmus nézzük, ha akár a közép-európai történetet nézzük, ahogy elkezdődik a film, és ahogy a Jaruzelszki által név, szükségállapottal, tehát, hogy annyira precíz képet ad úgy Magyarországról és a paraszt élétekről és a közép-európai helyzetről, hogy ez egyszerűen döbbenetes. És teljesen egyetemes is akkor. A film végén látom egy-két szereplő nevét, és volt egy Poravec nevű. Ő az Poravec Imrének esetleg az írónak. Nem, az újságíró volt, aki a riportot csinálja az Alfonza. Mert van egy Poravec Imre, aki az Ondok völgye is, és ugyanígy paraszti világból ír. Az is érdekes, hogy az a, amikor a 20. század elején zajlik, és mégis mennyire a paraszti mentalitásban milyen hasonló képek vannak, és a földhöz ragaszkodó ember, és a dolgozó ember, és az, hogy csak munkából lehet élni. És ez a magyar parasztságnak ez a mentalitása, hogy a családot így lehet eltartani. És amit ez a nagyszerű ember is mondott, hogy
ahogy az ember, a család, a nemzet. És ez gratulálok a film, ez egyszerűen, köszönöm. Tessék. Vagy reagálni, csak így nem válaszolni akarok, csak hogyha már szóba került a szükségállapot, szóval azt elmondanám. Egyrészt, hogy szóval legalábbis engem most is zavar, hogy másfélnél is, hogy nem látjuk az Alfonzot itt a végénél, csak egy nehézkes volt a 16-os kamera, itt egy nem lehetett forgatni autóban. De a hangot tényleg akkor vettük föl, ez az egyik dolog, amikor meglátogatta a rokonait a felvidéken. De a másik pedig, hogy pont aznap jelentették be tényleg az szükségállapotot. És még akkor azt is hozzáteszem, hogy ahogy mentünk, és így filmeztem el az utat, szembe jött velünk kb. 40 ilyen teherautókból, ilyen katonai harckocsikból, de még tankokkal is egy ilyen konvoj. És ez még az első vetésen, a stúdió vetésen, ez még benne is volt a filmben. De aztán valaki ezt följelentette, és most ezt nem akarom húzni az időt, de a vágások során egyszer bejött, hát legalábbis nem hozzánk, amikor lementünk a bátyámmal éppen egy ilyen a büfébe, és akkor egyszer rohan utánunk a vágó, és azt mondja, hogy bejött egy, úgy mondta, hogy C-elvtárs, és azt mondta, hogy ezt a konvojt ezt ki kell vágni a filmből. És mondta, hogy a rendezők nélkül nem vág ki semmit. Azt mondta, de pedig, hogy ki kell vágni. És sőt, rá még lementek, mert ezt a televízióba vágtuk akkor, és lementek, és még a negatívból is kivágták ezeket az egészet. És akkor aztán felmentük a stúdióvezetőhöz, akkor már nem a... De lehet, hogy ez még a társas idején volt, de aztán most lehet volt talán akkor a stúdióvezető. És akkor mondtuk, hogy mit lehet csinálni. Szóval örüljetek, hogy titeket nem vágnak ki, és hogy csak ezt a filmeket vágták ki. De egyébként jó, volt még egy-két más ilyen cenzúra is, de... Kevés, de valamennyit azért így is örültünk, hogy sok mindenben maradtuk ott. Ahogy amikor a Fonsz kikerült a börtönből, vagy pedig ezzel a visszaemlékezéssel, és ahogyan ott a felesége, vagy ezek a vidős nők, asszonyok beszéltek, és ott is elhangzott az, hogy egy fényvalója van annak, aki ezt filmezi is. Igen, mert ott már nyomozgattak, vagy legalábbis így érdeklődtek, kérdezősködtek utánok, igen. Ez is még, ezek a szegmensek is a film, de ez annyira tökéletes és hiteles, hogy... Ez a film archetipikus volt, tehát abban az értelemben, hogy bárhol a világon megérhető. Mert ősi történet, tehát főként azért, mert egy paraszti kultúrában egy autentikus parasztember végigharcolja. És gyakorlatilag változott maga. És nekem valami az jutott eszembe, hogy ez a film átbillent játékfilmé. Tehát, hogy elvesztette azt a fajt, valami olyan csoda történt, legalábbis ebben a vágott változatban. Gondolok például, amikor vágtat a lóval. Vagy olyan meglesett pillanatok, ami már nem dokumentumfilm, valami kettő határán mozog, de nem tudom meghatározni film. Az ősi, a film ősi jogán rögzít valami, ami már túlmutat rajtunk. És szerintem ezt tetszett nekem, hogy ezt évtizedeken keresztül sikerült átmenteni. Mert hogy ebből a filmből, ugye én megértem, én pont az életkorom felénél értem meg rendszerváltást, most vagy 54, ugye akkor voltam 89-ben 25-26, és pontosan így volt. De azt lehet mondani, hogy pontosan így van ma is. Sőt, rosszabb. Két napja történt velem valami hasonló. Tehát ma is vannak mentve alfonzók, csak senki sem kíváncsi rá. Mert ma már a politikai pártitkánk fölé a menedzserek és hatalmas gengszterhálózat épül, a földet ugyanúgy szétraholták. Tehát ez a történet ősi és újból ismétlődik, mint ahogy az asszony, amikor ugye végigjárta itt is a disznókról szóltak, hogy elment ugye az Alfonz látogatóban. Lesöpörtik 54-ben a padlást. És mindig újra kellett kezdeni. Ez a történet nekem erről szól. Nekünk mindig újra kell kezdeni. Egy rövid reakció erre is, mert említett a játékfilm, így ez is lett a veszte, mert amikor ez elkészült,
és talán azokban az években a Tar Béla nyert egy film, nyert, lehet, hogy aranykamerát, vagy ilyesmit nyert Mannheimben, és akkor minden évben jött ide az igazgató nő válogatni filmeket. És akkor ezt ő beállította, hogy ez egy játékfilm. Aztán pont ezért dobták ki, mert azt mondják, hogy ez egy dokumentumfilm. Szóval jobb lett volna, hogy a dokumentumfilmnek ajánlja be, mert akkor legalább mit a lett volna elismerés, mert különben semmit nem kapott, szóval itt is fesztiválon, szóval semmi. Most nem az, hogy annyira díjakra vágynánk, csak egy kicsit más a mondjuk filmelfogadás, mert mondjuk egy kicsit utóélet is, hogyha valamilyen szinten értékelnek valamit. Én egy más szempontból közelítem. Tudom, én értettem, amit ön mondott, igen, igen. Erre szabad egy megjegyzést tenni, erre a képsorra, amit megemlített, mert azért, hogy mondjam, a három évtized alatt van egy másik igazság, hogy azt szokták mondani, hogy ez talán egy orosz rendező, a Kozincev mondta, aki sok Shakespeare-t rendezett, és azt mondta, hogy a jó művek titka, hogy lépést tudnak tartani az idővel. Ez, tehát tudom, lehet, hogy díjak keveset kapott a film, de viszont az is egy képesség, vagy egy tudás, hogy három évtized múltán, vagy több mint három évtized múltán is meg tudja szólítani az embert. Születtek a három évtized alatt különböző elemzések, és az egyik szerző egyébként épp ezt a képsort, ami látszólag, hogy mondjam, racionálisan, hát nem hoz semmi pluszt az elbeszélésbe, de mégis, mert egy költői sűrűségű összefoglaló metaforája a Medda Alfonzsának, amiben minden benne van, hogy ő tudnik jól érzi magát ebben a világban. Tehát itt ezt a hosszú stétet végig lehetne elemezni, hogy a vibák, amikor fölröppennek, tehát ilyen költői képekkel van tele, ami azt jelenti, hogy ő itt van, vagy ott van itthon ebben a környezetben. Bocsánat. Tehát ez csak igazolása, hogy igen, itt születtek olyan elemzések, amelyek hát időközben azt igazolták, hogy ez, mert ez a, hogy beválasztatott a magyar dokumentumfilm legjobb művei közé, ez is azt jelenti, hogy érvényes a mű most is. Tehát nézhető, de ha más nem, saját magunkat tudjuk vizsgáztatni, hogy jó volt találkozni. Én ugye nem először láttam, de egyébként megkérdezem, hogy van olyan maguk között, aki most látta először? Hát nem is lehetett hozzá. Jézus Mária. Jézus Mária, ez akkor ez a feldöntő év a film mellett. Bocsánat, tessenek parancsolni. Mert én filmmel úgy foglalkoztam, hogy tanítottam a négy évig, és hát vadásztunk ilyen filmekre, hogyan lehet lehozni. És hát megakadtunk ezeknél, hogy hát, de hát megszűnt az a stúdió. Kinél van a jog? És akkor itt megállt, mert ezek a filmek és az önök filmjei hát, fölvetődnek. Miskolcnak a vizuális antropológia tanszéknek könnyebb volt ebben a helyzet, mert ugye Gyula tanított volt, és akkor ő el tudta vinni egyszer, ennek kapcsán én is eljutottam oda, és akkor csodálkozva láttam, hogy mennyi lehetőségek. Tehát a digitalizálás egy csodálatos dolog. Mert meg újraértelmezi filmtörténet. Tehát végre láthatjuk, amit csak elemzések útján láthatunk végre, feljavítva, az egy más kérdés, hogy itt be kellene tartani az elemi szabályokat. De végre láthatóvá válik, és végre a generációk számára megmutathatjuk. Szerintem ez a jelentőség ennek, hogy egy ilyen DVD formátumban meg. És tulajdonképpen azt láttam, hogy ennek a meghúzoltatásnak az ellenére Erdélyben a magyarságnak sokkal nehezebb sorsa volt. Tessék! Én Nagy Péternek nagyon örülök, hogy olvastam erről a lehetőségről ilyen filmet itt, és nem láttam még a filmet, abár én ózdi vagyok. És hát én más szempontból látom, mint az itt ülök, mert ismertem is a Medda Alfonzot. Az már egy idős korában, hogy jól hiszem 2086 ő meg, felesége meg tavaly, nagyon hiszem, hogy ez év elé. Hát maga az ember, annyira nagyon közel nem ismertem, mert többször találkoztunk, hát tényleg egyéniség volt a Medda Alfonz. Annyi érdekességképpen elmondható, hogy
már rég nem volt iskola párt, már nem is létezett 2006-2007 környéken, de őt is kapott. És ő ezt mindig mondta, hogy magyar ember nem szavazhat másra, csak a független iskola párt. Úgyhogy ennyit így hozzátenni. Tényleg élete végéig ő ez volt. És ami nagyon jó ebben a filmben, egy történelmi szempontból tudom ezt nézni, mert ilyen történész jelölt vagyok, doktor jelölt, történelmi szakos, hogy ez egy majdnem egy letűnt világ, amit láttunk, hogy nyilván 30 éve történtek ezek az események, amit a film nézi, vagy 30 év előtti képet kaptunk most vissza. Viszont ez a paraszti társadalom, ami ott Ósz környékén van, ez most már szinte teljesen mondtak eltűnik. Még 10-15 évvel ezelőtt, mikor én még kisebb gyerek voltam, még jobban látszottak ezek a ilyen emberek, akik ragaszkodnak nagyon a földhöz, maga a tájszólás. Ez nagyon eltűnőben van jelenleg. Akkor még jobban élt, pláne a domaháza, ami tényleg egy zsákfalú. Azt kell tudni itt a környékről, hogy Ózdon, ott a környéken mind, folyamatosan mondottak be az emberek a gyárba dolgozni. Segédmunkásként és domaház azért nagyon messze feküdt Ósztól. 20 kilométerre buszjárat épp az, hogy volt, de 3-4 óra volt bejutni. És a környékről, Domaházáról jutottak bele később a gyárba. Csak az 50-es, 60-as években, és láthatni McDonald's is egyszerűen nem akart a gyárba menni dolgozni. Ez a mentalitás sokáig megmaradt, és ott még a mai napig ez fellelhető, ez a fajta földhöz a ragaszkodás, és ez az elszigeteltség, mondhatni ott a környéken. Magában ebben a palócos tájszólásban is nagyon érdekes, hogy ott még él. Talán korán sem abban a minőségben, mint itt a filmben láttuk. Ebből a szempontból is nagyon jó volt az, hogy én még valamit láthattam abból kicsi gyerekként, hogy mi lehetett ott a gyár létezés előtt, és mielőtt nem voltam a gyárba dolgozni, és valami képet visszakapott az ember, mert ez a fajta mentalitás, ez a fajta kultúra szerintem eltűnőben van teljes mértékben. És tényleg egyéniség volt a McDonald's, és nagyon gratulálok a filmhez, mert nagyon jól visszaadta ezt a szerepét, és tényleg egy egyedi ember volt, a környéken mindenki ismerte, és még annyit tennék hozzá, több ilyen történelmi tanulmány született Pedro Alfonzóról, nem tudom, hogy tudnak-e esetleg róla, van egy barátunk, egy szintén történész, Alaván Péter, ő írt róla, a Domaházi Paraszpolgár címmel a ismertetést is, és most jelenik meg szerintem egy tanulmánya, itt a napokon a paraszpolgár embertípusról, ami nyilván ebből a filmről kapta valamilyen szinten az elnevezését, és akkor az ő példáján próbálják körüljárni ezt a témát is, ezt a típust. Köszönöm szépen! És ezek egyedül annyit szólnék önhöz, mert említette ezt, hogy a Tordján meg Kisgazdapártot említette az Alfonzi később, hogy mégis 95-ben én készítettem, visszamentünk Domázára az Alfonzhoz, és akkor készült egy négy részes, négyszer egy órás film, hogy mi történt az Alfonzzal a rendszerváltás után. És ez 95-től 97-ig. Ezt egyszer leadta a TV2, és azóta sehol nincsen. Úgyhogy aztán ebből csináltam egy rövidebb, egy két órás verziót is, mert ezt a négyszer egy órát ezt nehéz lenne megnézni. Ami szóval főképpen erről szólt, hogy hogyan értékelte az egész rendszerváltás, hogyan érte át, mit csinált, illetve, hogy a fiaival mi lett. Tehát főképpen ebbe a hármas szemszögből. Hát ebben a sorolban nincsen benne, mert itt csak 100 filmet is szerintem jó, lehetett volna 500-at is választani, szóval a 100-ban nem fér bele. De lehet, hogy majd akár itt van egy másik sorozat, a Paludi vagy valamelyikbe, hogy majd megszervezzük, hogy lehessen azt is megnézni, mert biztos érdekes. Néhány szó már felállítottam a televízión, hogy adják le, mert ezt azt hiszem 97-ben adták le, úgy azt hiszem hetente egyszer ezt. Nem is az öt rész, hanem csak négyet, mert ott is, hogy az ötödik az már nem lehet, mert az főleg 56-ról szólt. De a kettő együtt lenne érdekes, hogy megnézni ezt a 70-es évek vége, 81-ben forgatott filmet. És, azt, ja, és annak a címe, hát ennek a címe, hogy ne sápadj, akkor meg már az volt a szólás, hogy ne kavarj. Csak ez a címe, hogy ne kavarj. Csak még röviden el tudnám mondani, hogy miről szól, és hogyan látod már a rendszerváltásra?
hát a változása, mert nagyon jól érződnek a filmben, hogy fogynak a tehenek. A falusi meg a megyei pártitkár mennyire kiöli a fölszerendetét az emberek között, már akkor is megvoltak ezek, és nagyon jó, hogy benne vannak ezek, hát ezek abszolút fizikus dolgok. De amikor változott a... Mondjuk, ami a leglényegesebb, tehát ő továbbra is dolgozott. Tehát ezeket a földmunkákat megtartotta, állata már kevesebb volt, de például belement a vállalkozásba is, hogy létrehoztak ott egy ilyen domatej vállalkozó, egy tejüzemet, tehát hogy muszáj neki, és ő is benne volt, és aztán tudom, hogy... És akkor aztán pont bemegy egy ilyen közgyűlésre, ez is az egyik jelenete, és ott összevész megint mindenkivel, és amikor később ezt megfogalmazza, hogy tulajdonképpen rossz gazda voltam, mert hát hogy ő is egy alapító, és hogy nem figyelt oda. És közben ott elloptak mindent, rossz üvegeket vettek meg, szóval és a nyereség, szóval szinte csődbe vett az egész dolog. Mondjuk ez talán a legjellegzetesebb, illetve volt még egy érdekes mondata, amikor szóba kerül az, hogy azt hiszem akkoriban talán 95-ben, hogy felemelték körülbelül 100 forintra a kenyeret. És akkor az, hogy mennyi a munkanélküli. És akkor mondd el egy példát, hogy aztán hogyan tudják ezeket, akik csak a munkanélküli segélyből élnek, hogyan tudják visszaszoktatni a munkába. És akkor erre mondd egy ilyen ló példát, hogy ez olyan, mint amikor hoztam egy lovat, és akkor, hogyha az nem bírta a szántást, csak azt már nem tudom visszaszoktatni arra. Tehát is ugyanez ez a sok munkanélkül élő emberből, hát amit azért láttunk is, hogy tényleg vannak olyan családok, ahol a gyerekek nem látták a szüleiket dolgozni, elmenni. Szóval ez a 25 év alatt, szóval azért ezt már akkor ő megfogalmazza. De és akkor még egy pár olyan dolgot fölvettünk, amit... Na, forgatás különben Gyulával együtt készült, csak aztán egyedül kellett a filmet összevágni és befejezni, tehát ezért mondtam, hogy én csináltam, de még a forgatásoknál még a Gyula is ott volt. És hát főleg ez, hogy a fiai hogyan látják, és hogy a fiai mit csinálnak. Az egyik fia az teljesen szinte, ha nem is kitagadta, de szinte kamera előtt összevesznek. A másik fia az egy még hatalmasabb gazdaságot hozott létre, mint az övé, szóval az több száz tehénnel, és miközben még egy tüzéptelepet is. Szóval elég érdekes különben, főleg a két gyereknek a mentalitása, és ennek a három dolognak az öt vagy szintén a cigányokkal hogyan foglalkozik, szóval találkozik is szintén velük, szóval nem az, hogy lerendezi, de tényleg jön egy részek cigány, és akkor hogy tud vele kommunikálni és beszélni, teljesen más szinten, mint ahogy akár itt egy városban, mert ugye akkor megtisztelik is őt, és aztán ezekről sem történtek el, de az igazság az, hogy ezt is elég régen láttam, szóval azért szerettem így megnézni a filmet, mert akár most legalább emlékszem rá, szóval egyszerűen akkor beszélni róla, hogy tartnak egy betűtést, és akkor legalább én is újra nézem. De most hirtelen csak ezek jutottak eszembe, de... Meg főleg mondom az is, hogy volt egyszer egy négy részes, öt rész volt, de négy lemet a tévébe, és ebből csináltam egy két órást. Na most már arra aztán pláne nem lesz, hogy mi maradt benne a két órásban, és mi volt a négy órásban, a négyszer egy órában. Mert akkor még 60 perc lehetett, nem 52. Most úgyis lesz több közszolgálati csatorna, mert ma fogadta el a parlament az összeomtett harcsatornáját, tehát lesz rá lehetőség. Mondjuk ez nem megy bele egyikbe se. Hát a meglévők, hogy mondjam, tervei akkor felszabadulnak. Egyszer szó volt róla, hogy ez az M3 is, hát ez a régi filmeket hozza, és akkor ott beszéltem az egyik szerkesztővel, hát hogy dokumentumfilmek miért maradnak ki? Mert ott mindent, ezek az a játékhatárok nélkül, vetélkedők, minden megy a régi tévéjátékok, néha talán még híradókat is, akkor a dokumentumfilm miért maradt ki? Hát legalább legyen az, hogy mert ez csak azt a rendszerváltás előtti műsorokat hozza, szóval ez a tévéműsorokat. Most be lehetne vetni egyébként, hogy vagy egy filmcsatornát, vagy egy kulturális csatornát, mert abból most már elcsapkodná. Egy kibejezetten kulturális csatornát is. Hát, vagy akár még az is egy megoldás lenne, hogy például van az a gyerekcsatorna, a kettes,
gyerekek 8-kor lefeküsznek, vagy lehet 7-kor, és akkor utána lenne egy kultúrás, nem? Most nem, de nem 12-ig, mert mostanában is adnak dokumentumfilmeket, de 12-es, meg 12-es kezdéssel, de még a 11 is késő, de hogyha mondjuk egy 8-tól, vagy 7-8-tól úgy menne úgy 11-ig, hát a, legalább is minimálisan egy olyan 2,5-3 órát azért lehetne behozni. Nem csak dokumentumfilmeket, mindent, szóval a, tehát ezt egyébként az akadémia kezdeményezheti, tehát most ilyenkor váltás pillanatában lehet igényeket megfogalmazni, hát, amikor elindul egy szerkezet. Hát kísérletet legalábbis lehet. De bocsánat, vissza a filmre. Nekem a cigánykép rögzítése nagyon tetszett, mert az, az rögtön látszódott, hogy ő a mássággal hogyan viszonyul. Ő neki egy nagyon erőteljes karaktere volt a nőről, a vallásról, ahogy ő kommunikált ugye más világpolgáraival, és abban volt egy távolságtartás, olyan értelemben, hogy ő saját személyét megvédi, és volt egy nagyfokú tisztelet. A cigányokkal kapcsolatban én azt láttam, amennyire ezt a vágott anyag lehetővé tette, hogy helyén vannak ők. Tehát pontosan tudták, hogy mi a szerepük, és az Alfonszhoz való viszonyuk még világosabb volt. Tehát itt nem csak a zenész cigányokra gondolok, hanem amikor ott ettek, ugye beszélt az a férfi az ő elfogadásáról, és akkor mellette két munkás ült, és az egyik cigány ember volt. Vagy a cigány kislány a lóvásárnál. És ezek a képek nekem azt tükrözték, hogy ebben a rendszerben még volt helyük. Na most, ma polgárháborús helyzet van, nyugodtan mondhatjuk, ugyanabban a világban, ahol ezek a gazdák még irányt tudtak nekik mutatni. Tehát volt akire, tehát bizonyos értelemben a cigányok sorsának egy megoldása a föld. De ezt már régebben is mondták mások is, és ez az igazi tragédiája Magyarországnak, hogy a föld szinte az egyedüli stabilitást ebben a rendszerben, egy svájci modell, és mégis az ilyen medve alfonzoknak újból és újból minden rendszerben el kell ismételni ezt a történést. Én arra azt szeretném igazán kérdezni, hogy az újonnan keletkezett filmben, tehát ami 97-ben, ott a cigányság mennyire, mint jelenlét, mennyire volt, mert említette történet, mennyire másképpen viszonyult Alfonhoz, vagy viszonyult-e, vagy ott volt-e, hogyan viselkedett ebben a világban? Nem, hát ilyen mélységében nem derül ki, de hát lényeges, hogy akkor a cigányok is dolgoztak. És sőt, nagyon sokan például Medve Alfonznak is. Tehát, hogyha kellett volna egy munka, akkor nála is. Ma meg szerintem sehol se. Tehát, vagy legalábbis nagyon kevés helyen, tehát hogy megszűntek a munkalehetőségek is, szóval, tehát ott csak az derül ki, hogy mennyire részbe tisztelte az Alfonzót, meg hogy le is kezeli, nem le kezeli, mert részegen jön oda és elkezd duhajkodni. És egy perc alatt ezt meg tudja oldani, hogy de kereszt nevén szólítja, és hogy vigyázzon, és tehát csak érzékelhető, tehát más, mélyebb kapcsolat nem volt ebben. Igen, mert ez a film, az itt látott film, azt, bennem azt mutatja, hogy a helyismeret, az emberismeret, a másiknak a ismerete teszi élhetővé azt a világot. Ezt a világot szétrombolták. Igen. Látjuk közösen. Persze. Sokszor mi csak tanúi vagyunk, ugye én egri vagyok, de nagy részt életem nagy részét Debrecenben nőttem fel, és Szabolcs-Szatmárhoz is van közöm, a földhöz. Láttam, hogy a kis vállalkozó, vagy a kis paraszti világot hogyan tették tönkre. Hogyan mindig újból és újból az ígéretek során. És ebben áldozatok a cigányok is, mert hogy ők ezeknek az embereknek, például ugye ő lovagkocsis volt. A apusom szintén kereskedő és kocsis. Bedolgoztak, segítettek, segédeik voltak. És hát közöttük volt egy kulturális, egy tisztelet.
és ahogy a falu szétrombolódott, úgy az ő kapcsolatrendszerük is szétrombolódott. Igen. Igen, épp azt akartam mondani, hogy gyakorlatilag most előttünk van, tehát egy történelmi sinkafilm reális ideje, tehát 30 évvel ezelőtti korszak. Megidézhetjük, amit a János megidézett, a 95 körüli, meg a mostani világ, amit valamennyire ismerünk, de tudni kell, hogy amire az Alfonz, mint kvázi egy valaha volt, de Atlantisként elsüllyedt aranykorra hivatkozik, vagy a film, az valójában, tehát hogy mondjam, most csak az különböző szétesett világokat tudjuk itt megidézni, aminek ilyen darabjait felfelidéz, meg maga személyében megtestesít a Medve Alfonz, de már jó ideje nem állt össze a világ, nem aranykorrá, hanem semmivé, mert csak különböző diszfunkciókat látunk, beleértve a mostani kortárs jelentés. Mondjuk annyit azért hozzá kéne tenni, azért végül is, akkor szóval ez 16 minőterre forgattuk a filmet, de ezt mozifilm, mozival is betették, és akkoriban jártunk ilyen közönség találkozókra. És nagyon sok helyen volt az, hogy fölálltak emberek, szóval, és vagy elmondták azt, hogy náluk is volt ilyen majdnem Medve Alfonz típusú ember, lezajlott ugye ez a letartóztatás, de volt, ahol ott volt a régi TSZ-elnök is. És elmondta szinte ugyanezek a történeteket. Tehát ennyi... Tessék? Társadalmi forgalmazás? Nem, hanem akkoriban még valamilyen szinten kaptak mozik a bemutatásra pénzt, és akkor kifizették úti költséget, és meghívtak egy vetítésre. Tehát ilyen, akkor még voltak mozik is az országban, szóval elég sok fele. Most már ezek sem nagyon működnek, bár lehet, hogy ilyen DVD-t könnyebb elszállítani. De akkor ez érdekes volt, hogy akkor... Hát mert igen, ez a... új gazdasági mechanizmus visszafogása volt, illetve annak a retorziója volt ez a TSZ elnökök elleni pereknek, és amit hát Alfonznak is meg kellett élni. Most nem kiderült-e, hogy oka volt-e annak, hogy éppen letartóztatták? Igen, hát nem tudom, nagyjából a filmből lehet érteni, itt a kulcs szó, csak sokkal bonyolultabb volt, amit a védőügyvéd is elmondta, ez a 20/B utasítás. Amit, ja, egyrésztről, hogy a megyei vezetők, pártitkár, meg akárki mondták, hogy mondta, hogy ő nem érte ezekhez a jogszabály. Ő gazdálkodni tud, állatokkal, földdel, bármilyen foglalkozik. És mondták, hogy van könyvelője, van jegyzője, meg jogtanácsosa, azok ellátják. Ennek ellen nem őket csukták börtön, hanem a Medve Alfonzot. És pluszban még ez a másik oldal, hogy ez a 20/B utasítás, ahol leírták, hogy mit lehet csinálni a marhákkal. Szóval ez volt a lényeg, hogy ők vettek fiatalon állatokat, és utána kiadták háztáiba, és otthon nevelték föl, ameddig el nem lehetett adni, hát mit tudom. De az munka volt, tehát abban is volt munka, tehát ezért járt pénz. És hogy ezt csak kivonatolva kapták meg, és ő ezt nem is értette. És aztán szóval mégis fölmentették úgy, ahogy, illetve amennyit addig ült le a legfelsőbb bíróság döntéseik, arra az időre ítélték el, tehát végül is. 16 hónapig menni, ugye? Hát igen, de és ahogy később mondta neki, azt hiszem a főügyész vagy ki, hogy ezért ma már dicséret járna. És kártérítés, mert ugye hát pluszban azt is lehetett volna. Két éve, ugye 20 milliót vagy 25-öt kapott, már csak elnézés. Csak ugye 56-osoknak nem jár kártérítés, akkor sorolhatjuk. Tehát itt azért van az ő igazságának is súlya. Igazából ezek a példák egyet igazolnak, hogy akkor, és majdnem azt mondtam, hogy akkor is, gyakorlatilag a politika, tehát nem a gazdaság ön saját közgazdasági törvényei szerint alakultak a dolgok, hanem a politika próbálta szabályozni a gazdaságot. Néha ez kicsit engedett, aztán visszavett. És hogyha valakinek nem volt szerencséje, akkor egy rossz paszba letartóztak, amit mondja is, hogy később meg azért megdicsérték. Tehát a szabályzók gyorsan változtak, az élet nem tudta ezeket, hogy mondjam, követni. Mert ami ma bűn volt, az holnap vagy holnap után merény lehetett.
De ez egy romló és leépülő, tehát hogyha az egész szocialista ilyen tervgazdaságot vesszük, a különböző intézkedések az mind egy leépülő gazdaságnak a szeletei voltak, mából nézve. Igen, meg féltékenységek is közrejátszottak, hogy igen, valaki akart volna más TSZ-elnök lenni, meg más beülni abba a székbe, és akkor, tehát, mint hogy elmondja, hogy előtte két év alatt volt öt elnök, meg egyebek, szóval, hogy meg közte volt az egy pártitkár is, meg egyebek, tehát hogy örültek volna azokért a fizetésekért, egyéb juttatásokért, csak nem értettek hozzá, ő meg viszont gazdálkodni tudott. Hát magában ezt, hogy ezt kitalált, tehát ez tényleg korán előzte meg, mert itt már nem fér a filmbe, hogy ők utaltak nekik ilyen traktorokat, meg lánctalpas izéket, meg teherautókat, és hát tényleg itt ebben a dimbes, dombos domán, ezt nem tudta volna, tehát ez tönkre ment volna. És akkor kitalálta, hogy ezt hogyan lehet megforgatni, ebből pénzt csinálni, és akkor, hogyha a mezőgazdaság veszteséges is, akkor is TSZ nyereséges lett ott forgatni. Fölvitte 19 forintról egy év alatt 70 forintra a munkaegységet, ami még az is szinte nulla, vagy hát általában másfél-két nap alatt lehetett összedni egy munkaegységet. Szóval, tehát az sem volt egy nagy összeg, de a 19 forinthoz képest egy év alatt az mégiscsak jelentős, és hát csak jobban éltek, szóval nem csak ő, valószínűleg ő is, de főképpen az egész falu, tehát aki vállalta ezeket a állattartásokat. Az a fantasztikus, hogy egy ember, Medve Alfonz, az egész társadalmat szimbolizálja. Tehát ez egy teljes körkép volt, egy ember életéről szól. És azt kérdezem, hogy milyen volt ezzel az emberrel először találkozni, amikor filmesként úgy megérlelődött, vagy kiérlelődött az, hogy ez több, mint ez az egy ember. Nem. És hogy hogyan filmet csinál. Erre most nagyon nehéz lenne visszaemlékezni, de mondom, hogy megragadott minket teljesen, de hogy más nem mondjuk, például a 60 éves születésnapomra följött ő is ünnepelni, meg mi is lementünk az arany lakodalmára, sőt temetésére is, ami egy különös történet lenne, szóval az egy krimi volt, hogy nem akarták eltemetni, szóval csak nem mertek szólni a családtagjai, hogy szóval ez ebben a 95-ös filmben benne van végül is, hogy a temetőből emel egy keresztet, és egy kriptát is épít a családjának. És talán nem engedik, amikor tényleg meghalt, akkor nem engedték. Beleálltott a már nem tudom melyik helyi vezető a sírba, hogy ide pedig nem temetik el a medveafontot. És ott majd. Szóval és ezt nem merte a család, szóval valószínűleg érezték, hogy itt van a baj, szóval nem, mert mi is mondtuk, hogy miért nem hívtak le a temetésre, nem tudták, hogy ebből valami botrány lesz, és botrány is lett. De ugye akkor meg a tévéhíradóban megjelent egy ilyen egy perces izé, hogy a Medve Alfonz meghalt. Szóval ott meg nem tudom, valaki, pedig nem mi szóltunk, és szólt, hogy volt egy ilyen egy perces kis blokk. Tehát. Csak annyi, rendkívül jó volt, csak ezt még a TSZ tagok sem merték volna lereagálni, hogy a veszteség, a termelt veszteség, az csak ennyi, és akkor... Ahova továbbiakban, igen. Igen, szóval nagyon jelző szöveg volt, csak hát... És utána közvetlenül mindjárt, hogy maradjunk itt a helyiségben és mulassunk. Igen, ott volt egy kisebb, mert aztán ők külön átmentek a kocsmába, igen, szóval az egy más volt. Aztán a vezetőség egy hátsó szobában külön, ott énekelték, hogy TSZ elnök felül a lovára, és elő pedig itt a TSZ tagság táncolt, és az mulatott végül is igazából. És néha kijöttek megnézni őket egy... Volt még egy jelenet a vágtatáshoz hasonló, az öreg bácsi. Igen, aki a fát, a 20 holdat. Az olyan katartikus erejű volt, mert hogy mindenki sírt. Ugye? Tehát az, amit feltépett, az mindent elmondott. Ezért mondtam én, hogy ez a film átlépte a megnevet, tehát a műfajiság határait is, és nem tudjuk besorolni sehová, és az a jó egy filmben, nem kategóriákban munkodik, hanem a mesápad, és akkor erről mindenkinek eszébe jut. Másik, hogy ugye ebben a korban azért hasonló törekvések voltak Vitézi, ugye a békeidővel. Aztán látjuk a Vörösföldet, tehát hogy ott a nehéz emberek, a sorozat
sajnos én csak erre részre tudtam eljutni, de a második fél éve már jönni fog, hogy mennyire ott volt a légkörben ez. Hogy mennyire szükség volt ennek az embereknek, mint szócsöveknek a dolgok kimondására. Hogy ők sűríteni tudtak valamit, és gondolom, hogy mindenki élvezte azt a ősi magyaros kifejezéskészletet, amivel emiatt nem volt cenzúra. Tehát, hogy itt erősen a káromkodások jelen. Nem, ebben nem szóltak bele. Nem. Talán ez még lehet, hogy elterelő mozzanat is volt. Mondom, ezt a hadoszlopot vágták ki, meg kivágták azt, hogy amikor bent, be is mondja, hogy mondjuk a Krasznahorkát szeretné látni, és ott elénekelte. Ki kellett látni, de az nem szerepel. Meg az elején volt, hogy első edzőben Szabó Zoltánnak akartuk ajánlani, hogy azt se lehet. Azt is le kellett venni. Azt hiszem ez a három ilyen durvább beleszólás. Hát igen, de aztán lehetne arról is, de azt hiszem lehet, hogy ki kell mennünk, hogy amikor a televízió koprodukciós partner volt, és akkor először leadták, akkor közölték, hogy a Felvidékre nem mehet át a Alfonz, azt kivágják, és a román énekkar se szerepelhet benne. És aztán még valami jelentő, és mondtuk, jó, hát lehet, de akkor a nevünket ne írják ki a sugárzásnál, szóval. Mert hát szinte ez a durván két óra közeli film, akkor lement úgy, legalább 30 perc előbb lent, úgyhogy. Végül is akkor még nem volt a köztudatban, hogy itt egy évtized múlva megváltozik a világ. Igen. Ilyen szempontból is 9 év, vagy mennyi, 8 számára. És valószínűleg a káromkodása oké, de ezért nem szóltak bele. Hát, meg hát ez egyet. Lehet, hogy elmasított a kitelepítést, igen, minden. Igen, igen. Tehát ahhoz képest, hogy káromkodik, hát... Közben Cecília nekünk jelzett, hogy lassan itt ebbe a teremben be kell fejezni. Itt én most hát nem zárok le semmit, mert esetleg lehet még kis csoportba kint beszélgetni, de köszönöm egész több héten keresztül való figyelmüket, aki volt itt máskor is, és most ennek a blokknak, a Nehéz Emberek blokknak ezzel vége, de jövő év elején a 100 filmes sorozat folytatódik. Boldog ünnepeket mindenkinek! Köszönöm.